Csácsó, mit csörtészt a csokoládé? Szavaszt, hogy gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint egy játékteszt. Ki fogunk próbálni egy játékot, és nagyon-nagyon örülök valaminek, gyerekek, hogy újra kezd elterjedni a játékiparban az, hogy demo verziót adnak ki egy bizonyos játékhoz, és ki tudjuk próbálni a játékot megjelenés előtt, és még mielőtt megvennénk. És nem csak különböző videókat, előzeteseket, képeket tolnak a képünkbe, amik nem biztos, hogy valósan azt a gameplayt mutatják nekünk, ami tényleg a játékban van. Itt van a demo, ki tudjuk próbálni, el tudjuk dönteni, meg akarjuk-e venni, vagy nem. Na, egyébként ezt a demót megtaláljátok a Steamen, és ki tudjátok ti is próbálni, de ha gondoljátok, nézzétek végig a videót, és megpróbáljuk. Egyébként szerintem óvatatlanul is hozzá fogjuk hasonlítani a Spinter, Smudrunner, Snowrunner vonalhoz, és egy kicsit szerintem ezt is próbálja meglovogolni ez a játék. Hogy mennyire sikeres volt ugye ez a vonal. Na, váljunk bele a lecsóba. Ugye van nekünk itt egy ilyen fölmenünk, amit be nem tudunk semmit csinálni, csak egy new game-et. Ugye, mint demo verzióban nem sok minden elérhető, sajnos option-t se tudok állítani, tehát a grafika az úgy van, ahogy éppen van, és hangot sem, meg semmit nem tudok állítani. Nyomjunk rá a new game-re. Egyébként, amint látjátok, egy Zill 130-as teherautóval fogunk közlekedni, elég durva útszakaszon. Na, először is. Valaki beszél hozzánk, álljunk meg belső nézek. Valaki beszél hozzánk, hogy valamilyen... valami olaj... valamit fel kell vennünk. Valami... minek nevezik azt a fieldet? Olajmezőn. Olajmezőn kell valamit fel... felvennünk. Jó. Oké, na, nézzük akkor, hogy mit lehet csinálni. Ott ugye vannak a kezelőszervek, látható, hogy W előre, S ugye hátra, vagyis a fékezés, az AD ugye a fordulás, a QE az meg a sebességváltás fel is le, tehát akkor nem automata, sőt, ezek szerint nem is kapcsolhatjuk automatába, ott van ugye a sebességváltó, viszont jobb gombbal ugye körül tudunk nézni. Jól néz ki a játék egyébként, viszont ettől a nem tudom, blur vagy nem tudom milyen effektől, ettől hányig szoktam egy játékba, sajnos nem tudunk most semmit állítani. Jól néz ki gyerekek az ív belseje, tök jó, szép, várjátok, hogyha rálépek a... nincs animálva, mondom, ha rálépek a gázra, akkor az nem, de a kormány az animálva van. Azt mondja, hogy a bal egér, nem, a középső egér gombbal tudjuk. Mode selection. Választani, hát nem tudom, a középső egérgombbal se görgöl és semmi nem történik. C-vel tudunk change kamerát állítani. Azt mondom, hogy gyerekek, nem csúnya a játék. Még mindig ezzel a motion blur-ra lettem, ettől örülök. És viszont, hogyha körülnézek, akkor középre visszaáll utána a kamera. Oké. X az a fényszoró, Z az a ablaktörlő, F az step out. Nem igazán értem a step out-ot, mert ez valami kilépést akar jelenteni, de nem nagyon tudok. A V-vel meg mapot tudunk nézni. Na, viszont egy egész jó kis mapot tudunk nézni. Bár azt nem tudom, hogy itt van az ola, oda kell mennünk gondolom, ott van egy híd. Azt nem tudom miért jelöli azt a hídat annyira, de hogyha mi hol vagyunk, hogy mi hol vagyunk, azt nem tudom. Jó az a map, meg ugye érdekes. De hogy például mi hol vagyunk, szerintem valahol mi itt lehetünk, nem? Érdekes, hogy nem mutatjuk, hol vagyunk. Jó, van, oké, gyerek. Na. És akkor a V-vel eltüntetjük. Jó, oké, gyerekek. Van itt ilyen hőfokmérő, fordulatszámmérő. 900-as fordulatszáma van, ott van, ugye, kilométer óra. Jó. Akkor menjünk. Menjünk, gyerekek. Ezt belső nézetre szavaznék, és akkor nézelődünk ezerre. Szerintem az egybe így elcsortog állapot lefele. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e sár a játékba. Van-e törésmodell a játékba, úgyhogy egy pét dolgot kipróbálok. Maga egy elsőre a grafika nekem nagyon bejön. Ezt kell mondanom. Viszont nagyon emlékeztet egy játékra arra, amiben így törnek az autók arra, bam,
NG-re, várjátok, körül kell nézni, oda nézni, hallod, tiszta Far Cry, actually. Nem csúgya, és viszont mi van ott? Ja, ott van a olajkút, ott van-e, oda kell menni. Jó, hát nem, nincs messze, csak lehet, hogy ki tudja, merre kell menni. Tehát a fél napod végig kell járnom. Nem csúnya, külső nézetben, fú, jó rész ki, gyerekek. Az a baj, külső nézetben is elengedem az egeret, abban a pillanatban visszamegy oda, ugye. És az F-et, ezt nem tudom mi az, nem? Nem, mit írt, vagy? Barlangba megyünk, emiatt. Jó. Milyen jó néz ki a... És mi az 07, 08, 4 óra 09 van? Az mi délután, délelőtt, vagy mit írt? Csak számol? Vagy lehet, hogy időre megy a játék, vagy a demo? Nem csak ez az, hogy egy map van. Jó néz ki ez, gyerekek, ez barlag. Jó. Szép. Sőt, nézzük meg előre ezt a trackot. Jó, ez az. Jó, ez szép. Meg vagyok elégedve, gyerekek. Na, nézet lehetne több is, mert távolítani se lehet például. Ez belső nézete szép, ez jól néz ki, viszont a külsőkkel nem vagyok megelégedve. Egyébként nem biztos, hogy a demo verzióban elérhető minden, ugye? Ez én utálom ezt a hidet, hát nem csoda testvérem. Jaj! Jó, van, azt most már tudjuk, hogy van törésmozgatás. Load last checkpoint. Azt a betyár, gyerekek, hallod? Oké, van törésmodell, és össze tudjuk törni a gépet, és szará tudjuk törni. Úgyhogy akkor jó. Menjünk tovább. Vagyis próbálok. Hoppa, jaj, 4000-re. Aha. Kellene váltanom, ugye? Jó, kettesbe fötettem. Mert pirosban volt a fordulatszámmérő. Az a baj, hogy nem tudom levenni ezt a zenét, és nem tudok emiatt normálisan hallani a motor hangját, mert folyamatosan dübörög. Ugye most kettőben vagyunk szépen. Nem elickélünk vele. Jó, ott a hídnál nem ártana vigyázni. Hát igen, van törés, mert szétadott a platót, látszottak a dolgok. És viszont vissza kéne dobnom egybe. Úgyhogy külső életbe okosba megnézni, hogy merre megyünk. Gyerekek. És ez komolyan sötétedik? Aztán mondta, hogy sötétedik. Eltakarodtam az időt és rám sötétedik, az lesz a jobb úgy. Viszont nagyon könnyen leestünk erről a hídról. Jó, vigyázzunk, jó? Jó rész ki a táj, itt. Szép, ott is van egy hidat találtunk. Még egy-két helyen áll. Rengeteg polygomból áll egyébként, ahogy látom itt a szikla is. Nagyon ki van dolgozva, az apró kövek is tök látszanak. That's one cool view, all right. I can even see the oil fields from here, clearly. Azt mondja, hogy szép a kilátás, meg ilyesmi. Gondolom azt is. Láttátok, jó, óvatosan basszus. Megint összetörem magam, megint ugyanannak kezdem mi. Ez elég veszélyes környék. Jó címe a játéknak abban, és nem is tudom, Dangerous akármicsoda. De ha jól emlékszem ebbe, talán ha jól néztem a képeket, még szerelni is lehet, ugye? De nem csak forrozunk, hanem talán szerelni is lehet. Ha óvatosba vegyek el. Vizes és gyerekek, de jól néz ki. Szerintem kapcsoljam be Z-vel az ablaktól. Ez nincs leominimálva nagyon. Bekapcsoltam egyébként. Most kikapcsoltam, most bekapcsoltam. Nincs leanimálva. Demo verzióra vannak problémái. Bár hogy ezt megnézem, ezt a... ez a vizes és ez nem csúnya. Ez jó, nem? Teljesen korrekt. Nem tudom, milyen engine-t használ a játék, de... Szép. Mondhatni szép. Nem csúnya a játék. Meg hogyha változatos mapok lesznek... Kíváncsi, hogy... mi ez? Mi valami íze, tisztább lett a jármű. Arra vagyok kíváncsi, hogy süpperi a talaj bizonyos helyeken. Megnézem. Szerintem itt ez nem kemény. Sajnos nem lehet zoomolni meg semmi. Ezt itt tudod megnézni. Menjünk. Nem tudom, én rázogatom a fejem most itt a monitor előtt, de én nem...
Nekem nincs bloom effektem, vagy nincs ez a motion blur-om. Gyerekek, ez nem fog leszakadni? Ez nagyon feszélyes, te. Voltosban. Tartom. Azt a betyát, meg van dőlve arra. Meg hát. És ha minden bezúlunk, akkor vége bújna. Egyébként ez, az jó, hogy a kabinba így visszaállt első körülnézős, és akkor pár középpontra. Gondolom ezeket lehet majd állítani a játékban, ugye meg semmilyen option nem elérhető. Na, és hol kell szállítanom, hogy mit kell csinálni? Most egész jól jöttem, nem? Nem próbáltam ki ezeket a játékokat, amiket így tesztelgetünk, azokat valószínűleg úgy fogom csinálni, hogy én nem fogom kipróbálni előre. Jó néz ki, tetszik. Bár ez egy ilyen kis mediterrán, vagy nem is tudom milyen környezet. Jobban örülnék egy kis izének, egy kis kontinentálisabbnak. Mi történt? Mi történt, barátai? Mit akar? Get out from... Ki lehet menni? Ki lehet szállni? Ne szívas! Ne! Ó, te kratt élet, de jó ez! Ne! És ki tud szállni a járműből? Erre vártunk, hallod? Spin Tires, Spadrunner, Snowrunner, mindent akark egy... Ne! És át lehet váltani izére. Hoppá! Ez nagyon jó! Tesó, körül ki lehet szállni, alatt körül tudsz nézni! Hát ez nagyon kellett nekünk, gyerekek! Ez kellett, mint egy falat kenyer egy ilyen játékba! There's an abandoned vehicle out there. Hoppa, hogy van valami izé, mondjuk kármi egy Volkswagen, tesó! Most mit lehet? Ki lehet nyitni az ajtaját? Messze, francba, hogy kell? Aha. Hallod, ez nagyon adja a gyerekek. Ez nagyon kellett ez a játék. Ez nagyon jó. És körül lehet nézni. Kicsit érdekes az irányít. És nincs semmi benne. Hallod, ez nagyon kellett. És tutti, hallod, tutti. Imádom, már most imádom, de ez semmi nincs benne, ugye? Jól látom. Jó, megnézzük, mit lehet, most körül akartam nézni, mit lehet csinálni az illem. Ott az illem, tesó, figyeld el! De sárosodik! Na, át kell váltani. Mit mut? Na, mi van? Közép, várja! Mode selection, wheel, interact. Jump? És mi az? Hol lehet itt nekem állítani? Aha! Mechanic install, workbench. Install, driver. Mechanic install, workbench, ez mi? És akkor... Ne szórakodj, ide le tudsz rak... Ne hülyéskedj, öcsém! Hallod, ide tudod rakni a satupadot, tesó? Figyelj el! Hát ez meghalsz! Ne! És akkor itt tudsz izé, ne szórakozzá, hallod? És akkor itt tudsz itt izé szerelgetni, megőrülsz. De várjál már, még volt, igen, ez. Flat tire! Igen, az ott mutatja, hogy mi romlott, de ne megőrülsz, azt a betyár, ez nagyon nagyja. És le kell venni. Várjál. Ezt nem tudom levenni. Ezért kell, emelőt kell használnom, de hogyan várjál? Interact? Hogy tudok innen kilépni? Jó, de ezt nem akarom én. Szeretném kilépni innen.
ez hogy lehet ez ki? Nem? Hát emelőt kéne használ, várjál! Oké. Okay. Hol van? Interakció. F inspect. Oké. Okay. R. Switch to driver mode, aha, oké. Okay. Aha, jaj, oké, okay. Oké, okay, ott írja itt fönn, na, hülye voltak. És ki tudod, hogy mi kell neked? Ki tudod venni? Checker. Oké. Okay. Beszavazd be, de komolyan mondnak. Nagyon nagy. Igen, és akkor megint ebbe kell vennem. Na. Várjál, nem jó, még mindig... Hú, ez egy kicsit nekem... Nekem egy install. Nem jó, driver mód, és hol van a jack-kel? Én vagyok béna? Uninstall! Pocs! Külön van olyan, hogy uninstall, oké. Okay. De hol emel? Jó, ott megemelte, jó. Oké, okay, ja külön van az, hogy felszerel és leszerel. Faszre! Jó, oké, erre rájössz egyszer, azt akkor oké. Jó, én voltam a béna gyerekek. Nagyon nagy, ja, tetszik. Mi történt a kerekemmel egyébként? Mi van vele? Now I need to prep the workshop okay. And off to patching. Just fix the wheel and move out. Aha. És most a workbench-en kellene megjavítanom? Jó. Aha, azt levettük, jó. Azért nem, hogy majd kereket kell jösszere, erre beszalsz. Oké. Okay. Várjál, most milyen franc van? Ja, hogy itt húzkodni kell, bazze. Húzkodni kell azt a szalatra, a gyerekek. Nem egyszerű. Így azért a csavarkulcsot el kellett forgítni tőle, de hát azt mutatta nekem, vagy nem tudom. Oké, okay, megoldódott. Megjavítottuk a kereket, ugye? És akkor most kell nekünk egy olyan, hogy install. Oké, okay, jó van, gyerekek, oké, okay, bocsánat. I need to procure some replacement, or I'm stuck here for good. Hoppa, mi az? Ez nem mű, nem jó az a csavar, gyerekek, figyelj el. Az se jó. És akkor csavarokat is meg kell javítanom, vagy vissza? Not like that. Ouchie. Bad move! Gondolom akkor. Jó, izé? Ó, körül kell néznem, igen. Kerékcsavarok innen lehetnek. Jó, egyébként csak hát. Aha. Got it! Oké, okay, jó, megvannak a kerékcsavarok, viszont... Igen. Nek jó a demo, oda nézzetek és megvan emelve, beszarsz és ide rakod egy workbench-et, ez nagyon jó. És most már jó lesz. Bazzag, mi ez a mini játék, hogy néha így... El kell pörlíteni ezt a kulcsot.
Miért? Valamikor meg nem. Now to clean the mess and off I go. Tök jó. Ezt el kell tüntetnem. Tökéletes. Kicsit nehézkes egyébként az irányítás. Oké, és akkor berakjuk ide, ugye? The sooner I leave, the better. Oké. Rossz. Jó, meg jó, hogy volt valami ilyen, az. Ha! Beszalsz, én meg azt hittem, hogy ilyen kicsi köd... Semmi extra játék lesz, hogy itt végig kell elvickélünk. Erre meg defektet kapsz menet közben, beszalsz. Ez nagyon brutál. Hú, jó, azt megoldottuk. Hát legközelebb majd jobban fog menni. Valószínűleg várj, küldjük neki egy kettest, mert... Hármas, gyerekek, hármasba hallod? 30-al az a terepet. Hop, 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 hop. Mi az a? Jó nyomotékos, halljátok meg hármasba is izé. Elindulna szerintem nulláról. Jó. Most azt szerintem odaérünk, nem srác? Már mi volt itt? Ah, nem ide kellett jönnünk, gyerekek. Ajja, visszaköszönöm. Ugye, hátramenetet is úgy kapcsolt szer, tehát ugye nem hátragomban. Ide kellett jönnöm, gyerekek? Most még ilyesmit beszélt, nem? Picked up the package, and I'm on my way to you. Amit fel kell venni, de így ki tudok szállni? Hogy kell felvenni? Én föl is vettem, ha... És ez ilyen... Mizekre emlékeztet ilyen... Már csak ilyen, akkor mapon azt meg tudom nézni, hogy hol kell vinni. Ez, hogy mi történik itt ezen a mapon, ez nem tudom. Oké, erre jöttünk el. És mi el kell vinni, gondolok itt kell elvinni, mint hogyha itt a fák között lenne azok. Jó, arra megyünk. Nem az volt. Oké, egy egyes teszünk neki, és akkor itt balra elgondolom. Jó van, gyerekek, ez tetszik. Az 21 perce játszunk, akkor ezek szerint. Az nem azt jelenti, hogy... Most mi... Teszek egy sebességet neki meg. Teszek neki még egyet, 28-30, kiúzottjuk egy kicsit. Azt teszünk neki még egyet, talán nem törik össze a kárja. 32 a gyerekek. Küldjük neki, hát csak nagy gond nem lesz, 42. 50-re megyünk, hallod? Sár az nem biztos, hogy lesz a játékban, bár... Nem, ezt nem tudom szintén, meg kiderül. Biztos, hogy úton kell menni. 46, de 50-re a gyerekek. If I had an office job, I'd lost my chance to bounce around and sweat. But I also couldn't admire such views. Nagyon jó, hogy erre jövök, de biztos erre kell jönnöm, gyerekek. Gondolom az úton kell végigjönni, úgyhogy nem erre mutat, annyira tudom, de én úgy gondolom, hogy vissza fog fordulni az út. Vissza, a francba fog visszafogadódni, hogy igen? Veszélyesnek tűnik. Ki tűnik veszélyesnek? Semmi nem tűnik veszélyesnek itt. Profik vagyunk. Hoppá, ott mi van? Ott egy jármű, hallod? Ki kéne szállnom, nem? Ne hallod, meg kell nézni egy csávóval. Nehogy meg kelljen neked szerelnem a járművét, mert megörülök. Nem, kiszálltam. Mi van, haver? Jól vagy, de só? Mi történt veled? Pazzel. Valakit felvettük. Pazzel, lehet gyalogolni. Milyen durva lehet gyalogolni egy ilyen off-road játékban. Régebben nem lehetett, és ez nekem nagyon bejön. Googleás az egy kicsit segre vágja magát a csávó. Hát, ez nagyon adja. Menjünk külső nézetbe, azt mondjátok, szépen hozunk meg a dolgot.
4000-re ki van feszülve ide a fordulatszámmérő motor. Felrobbantja a kipőt. A fizika az... Azt mondom, hogy nagyon szar. De bízom benne, hogy... Nem olyan rossz egyébként. Ezt az effektet, ezt a boom effektet kéne levenni innen. Viszont belső részben sokkal inkább élvezhető. Bátornak egyébként így kiadni most már játékot, hogy csinálsz egy demót. Ugye ez régen a 90-es években, a 2000-es évek elején ez nagyon-nagyon népszerű dolog volt, hogy minden játék, nem volt olyan játék szinte, ami ez demót, verziót nem adtak ki. Még egy ilyen bonyolult, akármilyen bonyolult, még egy RPG-hez is adtak ki demót, amelyikben ugye bizonyos dolgokat el lehetett érni, viszont ez egy bátor dolog, mivel ezzel bevállalod azt, hogy igenis megmutatom a játékomat, és bíznod kell abba, hogy ez igenis tetszeni fog az embereknek. Na ide kell szállni. Ó, és szerintem ennyi volt, ugye? Nem gyerekek, megy tovább, halljátok? Na, és ez meg egy különösen jó meglepetés, amikor megy tovább a izé, megy tovább a demo, és nem. Nincs vége, és menjünk tovább, beszólsz. És szerintem éjszaka lesz gyerekek, figyeld meg, le fog menni a nap. Nagyon jó! Igen, azt szerettem volna mondani, hogy a... Nem fog neki egy második sebességet adni. Hát férünk itt? Hát. Úúúú, gyerekek, valami van. Akkor meg kell sebességi fokozatokat, már izébe vagyunk, 5-be. Érdekes sebességi fokozat kiosztása van az időnek, ez valós. Ugye 1-es az jobb alul, és a 2-es bal felül. 3-as alatt, ez ilyen izében, nem a MS BMW bizonyos szériában volt egy ilyen váltó típus. És mi az a izé? Mik ezek gyerekek? Álljál meg! Mi az? Check Station Box, aha, és akkor oda kell elmenni, checkelni valamit, és akkor el kell szállítani oda. A csillaghoz... Nem. Hát ezt minden együtt meg kell látogatni. Jó, menjünk gyerekek. Meg offroadozni lehet ebben a játékban? Miért lehetne, nem? Próbáljuk, oké. Okay. Próbáljuk már ki, hopp, és ilyenkor rúgunk, vagy mi a szóval? Hoppa, nem lehet, hogy elfogyott az energy. Lehet, hogy nem izében négybe kell róla menni. Próbáljuk meg egybe. Kár, hogy visszavár mindig egybe. Aha, teszek egy kettest. Offroadozzunk már gyerekek, nem? Ez csak olyasmi a játék. Viszont csak kezd sötétedni. Na, kell neki, visszatettem egybe. Mász, tesó. Rúg mind a disznó. A tükör jéger, és nem akar. Nem akarja adni. Oldalt megy ő. Na. Na, menj ma hozzá, menj ma! Jaj, végre. Úristen, gyerekek! Úristen! Halljátok, ez vannak távolságok. Hát ez lehet, hogy a következő videóban fogjuk ezt megpróbálni. Ki tudok itt is szállni, és ki tudsz mindenhol szállni, és gyönyörű. Ez nagyon jó, gyerekek, nagyon tetszik. Valószínűleg akkor még egy videót fogunk erről készíteni. Nem tudok zoomolni. Ott miért van lenne valami? Mi az ott? Vizesés, nem? Vagy valami ilyesmi. Na, köszönöm szépen a figyelmet, tök jó ez a játék. És szerintem gyerekek itt... Nem véletlenül van ez a csörlő, itt tudja, hogy csörlőzni is lehet. Kíváncsi vagyok, írjatok véleményt a játékról. Szerintem ígéretes, érdekes, hogy így kint a telepen tudod szerelni a járművet, meg így szükséges is.
Meg gondolom lehet, hogy járművet is menthetünk másik járművel. Csörről biztos használhatunk, azt én érdem. És itt is elkezdhetünk ugye akármit csinálni, szerelni. Tehát durva. Ez oda nézzük. Tök jó. És itt is meg lehetne bütykölni. Na, köszönöm a figyelmet. Jók legyetek. Csáp!